Egy nagyszerű amerikai fajta a Centennial Seedless. A mag nélküli amerikaiak közül ezt tartom a legtöbbre. Semleges ízű, nagybogyójú fajta, friss fogyasztásra és alkalmas, és természetesen mazsola készítésre is jó. Nagyon szép, nagyszerű mazsola készíthető belőle. Nagyon komoly fürtjei vannak, kilót is meghaladhatják ezek a fürtök. Ropogós, teljesen mag nélküli, finom semleges ízű, színe is rendben van, sárgás, egy kicsit sérül a sok víztől, de nem rossz, nem reped tulajdonképpen, és nem rothad. A felső bogyók egy kicsit így sérülnek, és aztán annyi. Maga a fürt teljesen jó. Hát védem a darazsak és bogarak ellen, de hát nálam mindent védeni kell. Fürt szerkezet is remek, közepesen tömött, nagyon jó termékenyül, már több éve megvan nekem, tehát azért merem javasolni, hogy van róla némi tapasztalatom. Leszedtem ezt a három Centennial fürtöt. Talán így jobban látható a méret, és esetleg a szín, és ez a kis hiba, ami a sok víztől keletkezik. Nem számottevő. Sajnos ennél sokkal komolyabban sérülő fajtáim vannak a gyűjteményemben. Ez a Centennial Seedless közvetlenül oszalás előtt. Ez pedig a Centennial mazsolája. Ilyen szép nagy szemű. Ezt a mag nélküli fajtát már évek óta mutogatom, és mindig jókat mondok róla. Ez a Jupiter, az amerikai Jupiter, ami ránézésre nem egy nagy szőlő, sok borszőlőnek tetszetősebb fürtjei és bogyói vannak, viszont nagyon finom, mag nélküli, nagyon érdekes, jellegzetes, finom muskotája van, és remek mazsola készíthető belőle. Nagyon jó, már ebbe az állapotba nagyon finom, nagyon-nagyon magas cukorfokkal szoktam leszedni, mielőtt ugye aszalnám. 25-26 Brix fokot, vagyis cukorszázalékot szoktam mérni augusztusban. Tehát nyilván ez már most ehető július 21-én, de várok vele. Ebből a fajtából kizárólag mazsolát készítek. Mivel kicsik a fürtök, ezzel a nagyon egyszerű termésvédőhálóval megvédhető, nem röpülnek rá így sem a madarak, sem a darazsak. Erre az erős lugas tőkére 4 amerikai mag nélküli fajtát oltottam. Nem mindegyik jött be igazán. Ez a fajta, a Hope, ugye mindegyik Arkansas-i egyetemről származó nemesítés, ez a Hope az, ami a legfinomabb ízű számomra. Egy kicsi labruszka érezhető az ízén, de ugye annyira nemesítve vannak már ezek, hogy ez a labruszka íz alig érezhető. Nagyon finom. Nagyon érdekes. Abszolút teljesen mag nélküli. Ami nem jött be, ez a Gratitude. Ez nem labruszkás, legalábbis én nem érzem rajta, viszont retteltesen lisztharmat érzékenynek bizonyult, tehát ugyanazt a növényvédelmet kapták, ugyanazt a növényvédelmet ez a fajta nem viselte el. A Hope teljesen hibátlan, ugye mondanom se kell, jóval több fürt volt rajta, csak már ugye leszedtem. Ez a kék mag nélküli fajta, a Fate, ugyanonnét származik.
Ez is arkansaszi fajta. Ezt is kóstolgatom. Abszolút mag nélküli. Olyan különleges ízt nem érzek rajta. Ellentétben a Joy-jal, ami viszont, ugye ezen a tőkén nem szép, viszont van belőle másik tőkém, és egy nagyon finom mag nélküli fajta szintén. Ezt már tavaly is kóstolgattam, sőt mazsolát is készítettem belőle. Érdemes vele foglalkozni. Az idén egy kicsit apróbb, mint tavaly volt, de majd mutatom a másik tőkét. Ez az amerikai Joy. Idén kisebbek a bogyói, mint tavaly, de erről a tőkéről 4,5 kilót szedtem le. Ez bőven elég egy jó adag mazsolának. Tudnék, ebből az egész termésből mazsola fog készülni. Nagyon finom, nagyon jellegzetes muskotáj íze van, és hát ezt tanulmányozgatom egy ideje. Ilyen tetszetős, kettős fürtjei vannak, mint hogyha két fürtöt ragasztottak volna egybe. Ez jó néhány csemege szőlőre jellemző, így a Joy-ra is. A bogyók nem olyan híresek, de az íze kiváló. 23-as cukrot mértem. 23-at. Így szeptember 22-én. Ez tehát az amerikai Joy. Igazából, ami számomra kiemelkedő ebben az évben a mag nélküli amerikai fajták közül, az a Hope. Remek íze van, teljesen hibátlan. Ellentétben a Gratitude-del, ami ugyanazon a tőkén van. A fét fajtát még tanulmányoznom kell. Szép kis fürtöcskék, tényleg mag nélküli. Hát kóstolgatom. Na biztos, hogy magas cukortartalma van. De hát ezzel összehasonlítva. Tavaly sikerült leoltanom a magyar Blue Spirit fajtát. Ez egy mag nélküli, illetve léhamagú, késői kék csemege szőlő. A nemesítője Teszlák Péter október elejére adja meg a fajta érési idejét. Hát nálam ez így szeptember közepén már érett állapotban van, annak ellenére, hogy mint látható, elég szépen hagytam rajta, tehát ugye kísérletképpen, hogy mennyit bír a tőke, egy hajtáson általában két fürtöt hagytam. Ilyen bogyói vannak, nem keresgettem a legnagyobb bogyókat, ezek átlagban olyan 6-8 gram körüliek. A fürtök pedig, mint látható, hát ez a méretük, egy darab puha magkezdemény található a bogyókban. Nagyon jó, kemény. Sava is van. Édes is. Hát a magját természetesen nem érezni. A héját egy kicsit rágni kell. Nem nagyon. Egy kicsit. Nagyon ígéretes, mint mag nélküli fajta. Friss fogyasztásra kiváló lehet, a mazsolát pedig ki fogom próbálni belőle az idén. Úgy tűnik, az esőzéseket bírja, hát nem igen sérül. Nincs vele semmi különös gond, levélzete egészségesnek mondható, nem száradnak a levelei, vesszőkön gombák nyomait nem látom, érnek a vesszők, szép őszbarnák,
Nagyon jó. Ez a Blue Spirit.